Hello mindenkinek! Sziasztok! Ma nem fogunk dolgozni. Nem csinálom semmit, de gondolom látjátok, nincs rajtam a kötény se. Már nem, mintha az azt jelenteni, hogy csinálunk is valamit. Egy gyors rövid videóban szeretnék beszámolni arról, hogy mi jött ma, mit hozott a postás. Minden műhelyben kötelező, hogy legyen valamilyen fajta kés, ilyen-olyan, akár többféle is, most talán a erről ne beszéljünk, de nekem itt van fönt két késem. Hát egyik jobb, mint a másik. Egy vékony kis valamilyen, nem tudom milyen kés. Örököltem, illetve ezt valamikor pár éve kaptam. Hát egy picit hagyjuk. Arra jó volt, hogy itt néha elszórakoztam azzal, amivel kellett, vagy fölbontani egy csomagot. De másra úgy határeset, fantasztikus darab egyébként, tehát valamikor még egy kis óra is volt benne, vagy nem is tudom, hogy mi. Igazán szép ez a műagancs berakás, vagy nem is tudom micsoda, szóval fantasztikus. Ezek lecserélése miatt jött, akit mutattam. Egyenesen Svédországból a késről egy pár szót. Mura. Ki hogy mondja, Svédországban Murának ejtik. Egy ottani városról kapta a nevét egyébként. És egy elég nagy cég ez a Mura. Nem csak késeket gyárt, de a kés divíziója a Murak név. És rengeteg féle késük van. Bushcraft, Black, Fantasia néven árusítják ezt a kést. Egy aránylag, idézőjelben mondom, aránylag olcsóbb kése a Murának. Viszont tényleg elég sok mindenre jó, és ez az általános kés, én szerintem, legalábbis nekem általános használatra lesz. Amit erről a késről érdemes tudni, az, hogy szénacélpenge. Egy normálisabb szénacél, nem a legolcsóbb fajtából, de azért ne is a legdrágábbra gondoljunk. És miért szénacél? Talán itt ebben a száraz környezetben nem lesz túl nagy baja vele. Könnyebb bélezni a szénacélt. Hátrányuk a rozsdásodás, tehát rozsdásodni tud, ezért nem javasolt mondjuk nedves, vizes, párás környezetbe. Itt nem lesz gond vele. Teljesen jó használható. Valami fadragot keressünk már itt a műhelyben. Mégis mit csinál? Nagyon jó egyébként. De gyönyörű. Viszi. Szép. Gyári éle is teljesen tökéletes. Skandináv leélezéssel. Egyszerűen utánhúzható, egyszerűen fenhető, egyszerűen élezhető. Nagyon jó a fogása a markolatnak. Egy ilyen érdekes gumiműanyag keverék, nem is tudom micsoda, egy nagyon picit puha, de nem is tudom nektek jobban ezt elmondani, viszont jól meg lehet fogni, és nem csúszik. Egyáltalán nem csúszik, kézbe való. Teljes mértékben abszolút jó, kézbe való. A legvégén van egy műanyag betét, ami elég kemény, talán lehet használni, egy kicsit ütögetni. Vastag a penge, több mint 3 mm, 3,2 talán, de majdnem mindegy, és több mint 10 centi, majdnem 11 cm hosszú a penge, 23 centi a teljes hossza a késnek, de az a lényeg, hogy ez a műhelykés mostantól. Talán ennyi volt most hirtelen az örömöm. Ma
nem csinálok más, nincs más. Ezt a kést, hát így ünnepélyes keretek között kidobjuk. És innentől kezdve marad. Igen. Ez. Majd elfelejtettem mondani, közben itt hátul, hátam mögött is vannak azért ilyen szépségek. Ezt most olajoztam le, ezt csak úgy mellékesen ide szúrom, semmi közel a késhez. Csak a szépek, nem? Kis violin kulcsok olajozva. Köszönöm, hogy megnéztétek. Vágóasztalon van egy másik, egy kicsit hosszabb, egy kicsit munkásabb filmem. Egy-két hét múlva talán az is fölkerül. Várlak vissza titeket. Sziasztok!